A tévékamera előtt. Igen, vannak kollégák, láttam. Rád gondoltam. De veled akarom majd dumálni. Jó. Kicsit polifonics ügybe. Azt hittem politika ügybe, mert politikáról nem beszélek. Polifonics az más, de poli az eleje. Emlékszem arra, hogy ezután a kiállítás után lementünk a klubba, ültünk egy asztal körül, és itt a fényképek is mutatják időnként, és jót vitatkoztunk, és tulajdonképpen jó szórakoztunk. Azt nem azt mondom, hogy jó volt akkor, de azt mondom, hogy félrevezető, hogyha csak a titkos rendőr és a heroikus forradalmár és a pártitkár hármasát látjuk a közelmúltban. És ha ez a félrevezető, akkor ebből csomó olyan dolog kimarad, nem az, ami jó volt, hanem az, amitől a dolog érthetővé és a saját helyére kerül. Tehát én például szívesen láttam volna itt a képeknél olyanokat is, ugye ez egy fiatal szubkultúra, amiben ezek a műalkotások születtek, ennek például a rockzene is egy alkotója volt, az István a király, akkor jelent meg szintén 84-ben, Gerő András, amikor visszaemlékezett, akkor ő úgy jellemezte, hogy a nagy magyar kispolgárosodás éve volt ez, ekkor nyílt meg a Skála áruház, ekkor kezdődtek el a környezetvédelmi csaták, ekkor alakult meg a Dunakör, ekkor került hatalomra Grósz Károly is. Szóval azért sokkal bonyolultabb volt ez a világ, azt hiszem, mint amilyen egyszerűen feketén és fehéren itt látni. Én legalábbis történészként ezt kommentálnám most, és még el kell, hogy mondjam angolul is elnézést azoktól, akik már ezt végighallgatták. I want to tell a last comment in English. I want to resume this what I taught in Hungarian. I want to disagree with this image of the past. I think that there are many things in the past, of course, which were like that. There were oppositions. This was a forbidden exhibition. There were spies and there were stupid socialist propaganda pictures. But to see this as an authentic image of the 1984 of Hungary, I think that would be a very misleading and blinding image. It would be very much like the history books which only contain battles and some prime ministers, some little pieces of documentation and wouldn't understand the real system. Because I think the system was much more complex and had other things in it. I quoted Esterházy's little Hungarian pornography, and it's difficult to be translated. It may have been translated, but I don't know the right translation. Anyhow, to show that there was a very sophisticated way of existing and living in this system and making fun of it, suffering it, cooperating with some aspects and refusing some other aspects. There was this year had been named as the year of the great Hungarian bourgeoisement or little petty bourgeoisement by a historian colleague of mine, András Kerő. There was an opening of modern supermarkets, there was a start of ecological activity, there were other types of battles fought. So this image that you see here, I suggest that you consider it as three aspects of a much more complex reality. Just to close this with something that I wanted to add to this, that for me 1984, funnily, was the year of the birth of my daughter, there I get back again to family aspects, which was expressing not this pessimism, but rather an optimism that things are going to change. And for me, this exhibition was also a sign of change. And for me, that type of reality that you see behind you was even more fake than any other
image of the country, ország image. I think that this you see as a utopia which may not even have existed in 1984, just in the press. Csak befejezem még egy mondatot magyarul is hagytam, hogy nekem 1984, most visszatérek megint a családi aspektusokra, a lányom születésének az éve volt, Anna lányom születésének az éve, és ez azt is jelentette, hogy optimista voltam 1984-ben. Nekem úgy tűnt akkor, hogy meg fognak változni a dolgok, ebben sokan nem hittek, akik akkor ismertek, tudják, hogy én hittem, ahogy meg fog változni, és ez a kiállítás is egy kicsit azt jelölte. Arról nem tudtam, hogy itt dolgozott a titkos rendőrség, de azokról a képekről szintén nem nagyon tudtam. Azok számunkra nem nagyon léteztek. Egy olyan országimás volt ez, ami akkor se hatott, és azóta is most csak rácsodálkozom, hogy egy ilyen is volt. Köszönöm a figyelmet.